jó színűség mellett ott van a két színűség is. És néha megbújik mögé, tehát a jó színűség igazából nem az, aminek látszik, csak egy arca. És sajnos tapasztalatom van, és talán neked is van belőle, hogy egyfajta képmutatás történik, és szemedben megvan ez, és utána teljesen más a dolog, és esetleg kihasznak, átvernek, sajnos eléggé felhígult, én azt hiszem, ilyen szinten a székely társadalmunk is. Ezt szomorúan kell mondjam, de én ezt látom, hogy ez sajnos így van. Hogy lehet megszólítani a fiatalokat? Hogy tudjátok ti megszólítani a fiatalokat itt, innen? Én azt hiszem, hogy sehogy. Tehát... Én vagyok a kulturális referens. Ez egy ilyen derültékből villámcsapásszerű munka volt, és azért vállaltam el, hogy hú, akkor most én valami nagyot teszek a faluba. És akkor elkezdtem mindenféle, tehát öregekkel, fiatalokkal, gyerekekkel, amit én elképzeltem, és jött a szívemből, azt elkezdtem csinálni. Na de úgy érzem, hogy nincs elég támogatottság. Tehát én úgy érzem, hogy mintha én egyedül ebből a sorból kilógnék, nem, vagy lehet, hogy ez kellett volna valami ilyen fórumon, ezt én tanuljam. Tehát én most már úgy látom, hogy ilyen menedzsment, ami most mondani vagány szakmák vannak, hogy valami módszer lehet, hogy hiányzik, hogy szólítsad meg, mert ez már nem elég, hogy te akarod, mondod, lépten nyomon, ez már úgy nem hatásos, én úgy érzem. És próbáltam nyitni, tehát próbálok, még mindig nem adtam fel, hogy akkor az iskola, a tanárok, a tanítók, hogy a paphoz menni, mindegy, hogy pap milyen, melyik pap milyen, nyitni, mondani, menni, nem látom, hogy annyira vevők lennének, vagy... Nehéz, nagyon. Lehet, hogy lesz valami eredménye, de nehezen megy. Valahogy meg kéne szoktatni, hogy ne legyenek... Tehát szerintem túl vannak öltöztetve, túl vannak már nyaraltatva ezek a gyermekek. Tehát nem kell annyi márkás cucc, nem kell annyi autó, nem kell... Egy sokkal egyszerűbben lehetne élni, de ez nagyon ilyen vagánykodás, ez nagyon megy ezerre, aminek meg kell minden szülő feleljen. Ezt már úgy látom, hogy nem lehet leállítani, tehát nagyon nehéz. És ezért kéne, hogy aki iskolaigazgató, aki tanár, aki pap, az kéne a példács, az kéne sokkal többször elmondani, hogy tényleg gyermekkel, tényleg ne add el, tehát ezt én még soha nem hallottam, hogy nem szabad eladni a földet, ezt kéne mondani. És ez annak a dolga, aki olyan körülmények között van, tehát aki vezető szerepben van. Amikor látom azt, hogy egy székely ember akár falumbeli vagy szomszédfalusi eladja a marosfői tanyáját és arra ortodox templomot építenek, akkor nagyon fájó. Vagy szintén egy kulturált ismerősöm azt mondta, hogy azért a föld, aki belakja, tehát idézte, úgymond. Ez sajnos, amikor így gondolkodunk, és egy kulturált ember szájából hallod, akkor eléggé nehéz az, hogy most azt jelenti, hogy bárkinek is oda lehet adni, pont egy ilyen téma kapcsán merült fel, hogy meg kellene őrizzük a területeinket, mert ezek folyamatosan vésznek mindenütt a Kárpát-medencében, nem csak itt nálunk Székelyföldön, úgymond a felvidékről befele, Ausztriából befele, ezen a részen Erdélyről nem is beszélve, egyszer lehet eladni, csak is egyszer lehet eladni mindent. És ezzel a Kárpát-medence mindig kisebb lesz. A magyarságnak a területe mindig kisebb lesz. Ha beszorulunk több házakból, akkor nincsen Maláldi, nincsen Székelyföld, nincsen
egy része a nemzetnek, hát idézőjelben tempázlakók, azért csak nem lehetünk egy szittyani. Jó, meg is volt. Tehát a falumban egyszer az lenne, hogy mindenki fel kéne ismerje, vagy sokan, hogy ne legyünk ennyire kiszolgáltatva a rendszernek. Na, még van kút, hál' Istennek itt velünk szembe, de tehát ezek kéne, ott az egész falu szinten jó lenne erre vinni a népeket, hogyha lehet. De a kényelem lehet, hogy már eluralkodott, én úgy látom. Sajnos, mintha a világ venné el a gyermekeket. Tehát akárhogy küzdesz, akárhogy mondod, a szülők nem úgy nőttek fel, akkor már nehéz őket vissza. Hogy akkor tényleg legyünk magyarok, és úgy mulassunk, és úgy táncoljunk, és úgy ismerjük a helyeinket, nemzeti zarándok helyeket, történelmet. Mert ha ezt elveszítjük, akkor nem tudjuk, hogy kik vagyunk, nem tudunk megmaradni. Egy magyar embernek elsősorban, aki ide született a Kárpát-medencében, és még Székelynek is, a feladata az nagyobb. Én úgy gondolom, hogy nagyobb. Vagyis mindezt, amit akár Tamás is elmondott, vagy a Bibliából tanulunk, ezen túlmutató az, hogy honnan jöttünk mi, és ebből egy olyan erőt kell merítsünk, ami tényleg, ahogy a feleségem is mondta, túlmutat rajtunk, és ezzel mindenképpen az a feladata egy magyar embernek, hogy a környezetét, családját és a nemzetét mindenképpen emelje. Székely embernek zöme azt tartja, hogy ha nem tudsz káromkodni, akkor vegyél kecskét. Van benne valami igazság.